Számos különleges kengurufajnak adnak otthont a Tiszatóparti településen, Tiszaderzsen. Az elmúlt időszakban 10 nőstény Bennett kengurunak is utódja született, az elsősorban Ausztrália élővilágát bemutató kenguruparkban, ám a dolgozók két bébi példányt az ösvényen heverve találtak meg egy nagy vihart követően. A kölyköket valószínűleg a vihartól megrettenve egyfajta természetes védekezési reakcióként a mamáik dobták ki az erszényekből. Nagy vihar volt éjszaka a környéken, de nem tudjuk, hogy attól ijedtek-e meg, vagy valami egyéb külső behatás történt. Reggel, mikor jöttünk dolgozni, ezt a két kicsit a kifutóba találtuk meg. A természetben is előfordul az, hogyha nőstény kenguru megriad és menekül, akkor kidobja az erszényből a súlyt, a plusz súlyt, valószínűleg a túlélési ösztön erősebb benne, mint az anyai ösztön. Itt is ez történhetett, azóta se történt, hál' Istennek, még ilyen. Nem is sikerült azt se kideríteni, hogy most tényleg a vihar volt-e a ludas, vagy valami olyan állat, vagy ragadozó madár, vagy bármi jöhetett, amitől megriadt a csapat. Ugye ők akkor még pucérok voltak, fejletlenek, maguktól visszamászni az erszénybe nem tudtak. A nőstény kenguru nem tudja magától visszatenni, tehát az újszülött kenguru is önállóan kell, hogy felmászon az erszénybe. A kenguru vemhességi ideje 30 nap, egy nagyon fejletlen csupasz vakkölyök születik. Annyit tud, hogy az anyja nyalogat egy ösvényt a szőrén, ő amentén megtalálja az erszényt, az erszényből megtalálja az emlőt, kap egy szájzászerű állapotot, és gyakorlatilag az első pár hétben a nőstény pumpálja bele a tejet. Míg a kicsi meg nem erősödik annyira, hogy ezt már ő saját maga tudja szabályozni. A vemhességi idő csak 30 nap, viszont az erszényben még legalább 8 hónapig fejlődik a kicsi. Mivel ilyen esetben a nőstény állatok már nem fogadják vissza a kölyköket, a gondozóknak azonnal cselekednie kellett. Ugye maga a kengurupark egy éve nyílt, ők az első utódlás, tehát a tavalyi évben még nem volt szaporulat, úgyhogy abba bízunk, hogy megszokják a kenguruk a közönség látványát, az emberi plusz zajt, ami ezzel jár, és hogy a jövőben talán nem lesznek már ilyen balesetek. A kisállatok meghálálva a mesterséges gondozást, mára egyre jobban fejlődnek, és időnként el is hagyják a mesterséges zsebet, hogy szétnézzenek a világban. A gondozók macska tejpótló tápszerrel etetik őket, amelyből eleinte 2,5-3, ma már csak 4 óránként esznek, valamint szilárd takarmányt is elkezdtek magukhoz venni.